A belgrádi könyvásár egyik legnagyobb meglepetése Dobozi Tamás Ostrom 13 című kötetének megjelenése volt. Nem csak azért szenzáció ez a 13 elbeszélés tartalmazó könyv, mert jelentős irodalmi díjakkal tüntették ki, hanem azért is, mert a magyar származású, de angol nyelven író Dobozi szövegei előbb jelentek meg szerb fordításban, mint magyarul. Az Ostrom 13 történetei Budapest II. Világháború végén történt orosz megszállásához kötődnek, különböző szemszögekből megközelítve a háború máig tartó traumáját. Az egyik novellában például a fővárosi állatkert oroszlányát orosz katonákkal letetik az őrök. Dobozi 1969-ben született, második generációs kanadai magyar családban. Filmelméletet tanít egy kanadai egyetemen. Stílusát Nabokovéhoz hasonlítják. Legnagyobb erényének azt tartják, hogy sikeresen ötvözi az európai és az amerikai elbeszélés modellemeit. Dobra književnost úgy govori o svima nama, bez obzira da li ona magyarska, kanadska. A jó irodalom érvényes mindannyiunk esetében, attól függetlenül, hogy az magyar, kanadai vagy más. Milyen, mondja Milenko Bodirogics, a könyv szerb kiadásának szerkesztője. A kötet az Újvidéki Orfelin kiadó gondozásában jelent meg, Száva Kuzmánovics fordításában.